Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Én Szilvási Dani vagyok a BMW Motorsporttól, és a gyártási időszakunk keretein belül egy rövid, de annál érdekesebb videósorozattal készültünk nektek. Itt vagyunk Szárföldön, a Borsodi CNC-nél, és az autónk egyik alkatrészének a gyártási folyamatát fogjuk nektek bemutatni. Most pedig gyertek, tartsatok velem, bemutatom nektek a cégnek a tulajdonosát és ügyvezetőjét, Borsodi Sándort. Szia Sándor! Szia Dani! Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehetünk, és hogy elvállaltátok az alkatrészünk gyártását. Viszont ha már itt vagyunk, akkor lenne pár kérdésem a cégedről, ha megengeded. Természetesen. Mikor alakultatok, vagy hogy nézett ki ez az egész? Hol kezdődött a történetetek? 2002-ben kezdődött egyéni vállalkozóként. Egy személyes vállalkozás volt, én egyedül kezdtem el a forgácsolást. Egy német cégnek beszállítójaként dolgozhattam, azóta is ennek a cégnek beszállítója vagyok, és később, 2017-től lett egy Kft-m a vállalkozás mellett, azóta van a Borsodi CNC Kft. Is. És hogy sikerült így egyéni vállalkozóból egy teljes céget alakítanod erre? Hát nagyon sok szorgalommal, kitartással és szakmai fejlődéssel. És azt mondtad, hogy 2002-ben kezdtétek, és most már van erre saját céged. Most hányan vagytok a cégnél? 6 fővel dolgozunk, és 4 tanuló van még a cégbe. De jó, szóval van 4 tanuló, és nagyon jó, hogy ilyen fiataloknak is lehetőséget adtok. Esetleg körbevezetnél a műhelybe, megmutatnád, hogy mégis hogy néz ki belülről ez az egész? Nagyon szívesen. Garázsból kialakult vállalkozás lett. A legelső gépem egy vöröspületár, ezzel kezdtem el a munkákat. Ez egy TMK-s gép, a lehető legtöbb mindent tudja, amit az akkori gépek tudtak. Hát innen indult minden, úgy gondoltam, hogy ha ez a garázs megtelik géppel, akkor rendben vagyok, de hát fejlődés útját nem állhatta. Itt bontottunk egy ajtót. Ez egy terménydaráló volt, mezőgazdasággal foglalkoztunk, ide egy marógép került be, ez egy univerzális marógép, a gyerekeknek is nagyon jó, mert tudnak rajta tanulni, egy CO hegesztő van még a hegesztésekkel is, ki tudjuk, vagy össze tudjuk rakni a megmunkálásokat, és akkor megint, hogy megteltünk, vágtunk egy ajtót, ez egy istálló volt még régen, ugye mondtam, hogy mezőgazdasággal foglalkoztunk. Ide már újabb gépek kerültek be. Egy szallagfűrész, amit később mi automatizáltunk, egy kollégám segítségével, egy üregelő, az első üregelőgépen. Ebből írtam a diplomamunkámat, és ami még egy új Esztera gép került ide be, ez már egy újabb gép, egy nagy szakértelmű Esztergá is dolgozik rajta, egész életében CNC gépeket programozott, ugyanúgy nem csak CNC gépen, de hagyományos gépen is végzi az esztergálást, és nálunk is a CNC gépen programoz. Nagyon jó látni, ahogyan így haladunk egyre hátrébb, így fejlődünk a korral, és megyünk előre a technikának a vívmányaiban. Itt megint csak vágtunk egy ajtót, itt már a CNC gépek vannak. Ezek ugye magasabb követelményeknek felelnek meg. Egy sikköszörű, amin az alkatrészeket tudjuk köszörülni. Itt egy megmunkáló központ látható. Itt pedig az üregelőgépnek a nagy testvére. Itt fogaskerekekhez égpályákat üregelünk, akár különböző tárcsákhoz is, ahol erőátvitelre van szükség, és az égpályákat használják, ott mi tesszük bele a hornyokat. Kollégák dolgoznak CNC Esztergá, sugárfurógép, és egy új megmunkáló központ. Nagyon jó látni azt, hogy ahogyan kifogytatok a helyből, viszont nőtt a lehetőségetek, úgy haladunk előre a korral, ahogyan jövünk hátra, és egyre modernebb gépeken dolgoztok. És csak annyit szeretnék mondani, hogy még egyszer nagyon szépen köszönjük a támogatást, és hogy legyártjátok nekünk az alkatrészeket. Továbbá azt is köszönjük, hogy itt lehetünk. Hasonló sikereket kívánok nektek a jövőben is. Köszönjük szépen!
Hát viszont kívánjuk mi is, hogy az alkatrészeinkkel nagyon jó helyezéseket érjetek el, és minél jobb eredményeket. Már javában készül mögöttem az alkatrészünk, amit még nem fogok leleplezni, viszont ha nektek tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, és hogyha kíváncsiak vagytok, hogy mi az az alkatrész, amit Sándorék és a Borsodi CNC gyártanak most nekünk, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és ne felejtsétek el a kis csengőt sem benyomni. Továbbá kövessetek minket TikTokon, Facebookon és Instagramon is, és csekkoljátok le Sándorék weboldalát is, a leírásban megtaláljátok. A következő videóban találkozunk, hajrá motorsport, sziasztok!